Minden területen sikerült olyan fejlesztéseket, olyan irányvonalakat meghatározni és teljesíteni, ami ennek a városnak, de mondhatom bátran ennek a régiónak egy meghatározott szerepet adott Magyarország tekintetében. Sok szép dolgot valósítottunk meg ebben az évben, ezt mondta Győr polgármestere a pénteki évértékelő rendezvényen. Borkai Zsolt személyesen köszönte meg a helyi médiumok képviselőinek áldozatos munkájukat, amivel hozzájárultak a város fejlődéséhez. A polgármester szerint 2015-ben számtalan fejlesztés történt, amivel tovább épült a megyeszékhely. Látható és tapasztalható a folyópartok rehabilitációja. Szerintem gyönyörű lett, hogyha valaki a Püspökvár környékén, mondjuk a kettős területerint már lehet látni és érezni, hogy mennyire más hangulatot áraszt a belváros és a folyópartoknak a kialakítása. Fontos dolog az, hogy a keleti elkerülőnek az első szakasza befejeződött, ez azért fontos, mert mi mindig is azt mondtunk, hogy a gazdaság mindennek a mozgató rugója, és ha a gazdaságilag egy térség, egy város erős, akkor sok mindenre jut e tekintetben, ezért vissza is kell forgatnunk. Borkai Zsolt arról is beszélt az évzáró rendezvényen, hogy sok nemtelen politikai támadás is érte idén a várost. Ilyenek voltak a Questor botránnyal kapcsolatos vádaskodások, amire pénteken úgy reagált a polgármester, hogy már meg is érkezett a város számlájára az az összeg, ráadásul kamatostul, amit anno a Questoron keresztül fektettek be. Borkai Zsolt úgy véli, jövőre is folytatódhatnak a fejlesztések Győrben. Minden korosztálynak megpróbáljuk mi azt a segítséget, azt a támogatást megadni, ami abszolút szükséges és abszolút jó iránynak tartunk. Ezeket úgy dióhéjban, és még akkor a sportról nem is beszéltem, nem beszélek arról, hogy a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál kapcsolatban számtalan beruházás valósult meg, és valósul meg a jövőben, úgyhogy egészen jó és aktívan tesszük a dolgunkat. 2016-ról a polgármester annyit mondott újságírók előtt, hogy töretlen fejlődésre számít Győrben, közben pedig kiemelt feladat lesz a jó programok és a 2017-es EUF-ra való felkészülés folytatása.